Sziasztok! Buenos días a todos. Ma a Kanári-szigeteki spanyolról fogunk beszélgetni, de mielőtt belevágnánk, szeretnék egy kis gyors közleményt tenni itt a videókészítéssel kapcsolatban, mert hogy sokan mondjátok, hogy mennyire hasznosnak találjátok ezeket a videókat, és hogy mikor jön a következő, és hogy miről lesz szó, és hogy nem tudom. Most a rossz hírem az, hogy eddig vagyok másféle projektekben, szóval csinálom ugye a kurzust, csinálom a multidőhatározót, csinálom nektek az anyagokat a Facebookra, és ezen kívül ugye hát heti 35-40 órában tanítok, ami azt jelenti, hogy kislátok a munkából. Ezért most a videókészítés és a YouTube egy kicsit mellék vágányra került, de igyekszem visszatérni hozzá. Viszont most a Kanári-szigeteken itt ingyen szauna van az utcán, és hogyha ezt nem akarod kihasználni, akkor otthon maradsz. Rettenetesen meleg van, borzasztóan füllesztő hőség, jó nagy adag kalimával, és sárga riasztás is van kiadva a mai nap, meg a holnapi napra itt a megyénkben, úgyhogy úgy gondoltam, kihasználom ezt a kis kényszer itthon töltött időt arra, hogy csináljak egy videót. Na, akkor. Igazából arra gondoltam, hogy a Kanári-szigeteki spanyolról jó, hogyha beszélgetünk egy kicsit, ha már itt élek. Vannak diákjaim, akik a Kanári-szigeteken élnek, vannak, akik nagy Kanári-szigetek rajongók, akik szeretnek itt nyaralni. Úgyhogy... vagy tervezik a kiköltözést. Úgyhogy Coca-Cola reklámot megszüntetem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor ma összeszedjük azt, hogy mik is a Kanári-szigeteki spanyolnak a legfontosabb jellemzői, és hogy igazából miben különbözik az espanyol peninsulártól, ugye a félszigeti spanyoltól. A Kanári-szigetek úgymond egy összekötő híd volt Spanyolország és Latin-Amerika között, és ezért van az, hogy igazából a Kanári-szigeteki spanyol sokkal közelebb áll. A kettőnek a keveréke valahol, de egy lépéssel közelebb áll a latin-amerikai spanyolhoz, mint a rendes, hagyományos madridi spanyolhoz. Vannak szókincsbeli és vannak nyelvtani eltérések is. Kezdjük akkor kiejtéssel. Jó, amikor valaki megérkezik a Kanári-szigetekre azután, hogy mondjuk már évek óta tanul spanyolul, és először hall Kanári-szigeteki spanyolt, egy darabig valószínűleg csak úgy maga elé fog meredni, és azt mondja, hogy ¿Qué idioma habláis vosotros? Mert hogy több okból is nagyon nehéz megérteni a Kanári-szigeteki spanyolt. Most az első különbség a kiejtésben, az a Z és a C-nek a kiejtése, ugye a C, amikor meglágyul, és ezt az ilyen jó kis sejpítős, sziszegős foghangot adja. Ez a Kanári-szigeteken nem létezik, ugyanúgy, ahogy Latin-Amerikában mindenhol csak simán ezt fognak ejteni. Tehát például, ahelyett, hogy azt mondanák, cero azúcar, azt mondják, cero azúcar. Ami igazából még a kiejtést nem fogja megnehezíteni, viszont ami inkább azok a egy jelenség, amit úgy hívtunk spanyol nyelvészeten, hogy un ese aspirado, ami azt jelenti, hogy sokszor, főleg a szavak végén, előfordulhat a szótag végén is, az eszeket nem csak simán elnyelik, hanem egy hangot ejtenek helyette. Ja, most ehhez a legjobb példa igazából két szigetnek a neve. Ugye van nekünk Gran Canaria, amit nagyon sokan a helyiek közül, legalábbis Fuerteventurán, nem tudom, hogy a többi szigeten hogy szokták nevezni, de Fuerteventurán például azt mondják, ahelyett, hogy azt mondják, hogy Gran Canaria, azt mondják Las Palmas, ugye Las Palmasnak hívják a fővárost, és ezzel azonosítják ők az egész szigetet, és azt mondják Las Palmas. Na most van egy másik szigetünk, aminek ténylegesen az a neve, hogy La Palma, ami itt van Tenerife mellett,
És akkor a kettő neve között igazából csak annyi a különbség, hogy La Palma, o La Palma. És akkor próbáld meg megérteni, hogy amikor valaki azt mondja neked, hogy la semana pasada fui a La Palma. Fui a La Palma. Fui a La Palma. És akkor vissza kell kérdezned, hogy a Gran Canaria? O a La Palma? Úgyhogy ez a Erse Aspiralo. Ezek a kiejtésben a legnagyobb különbségek. Sokkal inkább elhagyják a D-ket is, ugye a lágy D-ket. Ez Latin-Amerikában és Dél-Spanyolországban is elég jellemző, hogy a lágy D-ket azokat úgy, ahogy vannak, kihagyják a szobolt előtt. Például azt mondják, hogy ez egy nagyon csúnya példa, azért nem azt mondják, hogy hablalo, hanem azt mondják, hogy hablao. Szókincsbeli különbségek. Jó, azon kívül, hogy van egy-két szó, amit ők nem használnak a spanyol-spanyolban, mint például autóbusz, azt mondják, hogy guau. Ezt a szót egyébként csak a Kanári-szigeteken és a Karib-szigeteken használják. A krumplit ugye úgy mondják, hogy papa, nem az, hogy patata. Aztán vannak saját szavaik is, amiket sehol máshol a világon nem használják. Tehát például ezért is elég nehéz megérteni a Kanári-szigeteki spanyolt, mert te leszövik olyan szavakkal, amiket sehol máshol nem fogsz hallani a világon. Például ilyen szó a trancar, igen, ami egyébként az a cerrarral megegyezik, tehát azt jelenti, hogy bezárni. És mondjuk ahelyett, hogy azt mondanák, hogy perdí el autobús, y por eso cuando llegué al super ya lo habían cerrado, azt mondanák, hogy perdí la guagua, y por eso cuando llegué al super ya lo habían trancado. És akkor próbáld meg megérteni, hogy miről beszélnek. Aztán Latin-Amerikához hasonlóan szintén nem használjuk a vosotros névmást, sem annak az ige ragozását, tehát azokat az ige formákat. Tehát ahelyett, hogy azt mondanám, hogy ¿Dónde estuvisteis ayer? Azt mondanám, ¿Dónde estuvieron ayer? Az ustedes névmást használjuk helyette, ami ugye a standard spanyolban azt jelenti, hogy önök, itt nálunk azt is jelenti, hogy ti. Hát és ezért van az, hogy nekem van egy munkaspanyolom, amit az órákon használok, meg hát ezekben a videóban általában. És van egy itthoni spanyol, amit meg a párommal és a barátaimmal beszélek, úgyhogy para demostrar esto un poco, ya veréis la diferencia. Cuando doy clase, o también en estos videos, procuro hablar más lento. Normalmente hablo el español peninsular, usando el vosotros, porque tengo que usarlo, porque la gente quiere aprender el español peninsular. Los que estudiáis conmigo ya conocéis mi español de clase. En cambio, cuando hablo con mi novio, pues en casa hablamos un español canario, lo que es más difícil de comprender, porque en la vida real uno se deja llevar, ¿no? Habla más rápido, a veces se tragan sílabas enteras. Pero es normal, porque cuando vives en una comunidad, a veces sin darte cuenta te adaptas a sus costumbres. Y eso incluye la lengua también. Como en el caso de los bebés, al principio, cuando están aprendiendo su lengua materna, ¿qué hacen? Imitar a la gente más cercana a ellos, ¿no? Como a la madre o al padre, imitando primero sílabas, después ya intentando construir palabras enteras y también formando frases. Pues yo creo que es lo mismo con un idioma extranjero. Aún más si convives con una persona que hable ese idioma, ¿no? Pues eso. Hát ennyi fért bele a mai videóba. Ha van kérdésetek a kanári spanyolról még, vagy úgy egyáltalán a szigetekről, akkor kommentbe szívesen várom, és igyekszem nem éveket várni a következő videóval. Sziasztok!